A város közigazgatási határában augusztus 20-ától majd 400 mm eső hullott, de az előző két év csapadék hiánya miatt az Altalaj 80 cm mélyen nem nedves, hiába látszik belvíz a Lóger környéki területen. Karcag város közigazgatási határába a csapadék viszonylag megfelelően annak következtében meglehetősen nagy mennyiségű csapadék hullott augusztus 20-ától, ez idáig 330-350 mm, ez a fél évesnek a nagyobb hányadát jelenti. Ez a csapadék mennyiség az előző két év csapadék hiányával szemben már egy következő jó eredményt mutat, de egyben azt is jelenti, hogy ez a csapadék mennyiség a hiányokat pótolja, de még nem mindenképpen, hiszen az altalajba 80 centi alatt még nem nedves a föld. Tehát a talajnak a vízkapacitása körülbelül ennyi, ez már befogadja a föld. Ami felszínen látszik, az még tulajdonképpen kezdeti belvíznek számít, de ennek 90%-a be fog szivalkodni a talajba. Tehát a jelenlegi állapotból 90% még a talajba be fog szivalkodni, a többiből valószínű, hogy belvíz fog maradni, de ez nem jelenti azt, hogy nagy probléma, mert tulajdonképpen, ha megmarad 1-2% vízfolt, akkor az jó jel mindenképpen, mert akkor többi helyen bőven megtermi ezt a területet. Tehát a csapadék mennyiség pótolja részben, de még a alsó rétegekben nincs megfelelő mennyiségű tartalék, onnan még hiányzik 150-200 mm. Karcagváros közigazgatási határába a befogadó csatornák, a főművi csatornák, a üzemközi csatornák megfelelő műszaki állapotban vannak, de most nem törekszik arra a víz, hogy minden csapadékot, minden vizet leszívasson a területről, hiszen, mint említettem, az altalajban még tárolni kell további vizet, és ez miatt egy optimális, jó kiegyenlített, a gazdákkal összhangban lévő gondolkodással tartjuk vissza a vizet azért, hogy pótolja az alsó vízrétegekbe a csapadék mennyiséget. Így egy viszonylag optimális helyzet tud kialakulni, hogyha az elkövetkezett időben lesz arra idő, hogy szivalkodjon a csapadékvíz, akkor a szokásos átlagnak megfelelő vízmennyiséget lehet tárolni a talajba, hiszen a legolcsóbban a talajban tárolt vízmennyiség az mindenképpen a legolcsóbb, meg a legjobb. Ehhez a csapadék mennyiséghez, ha májusban jön még 50-100 mm, akkor rekord 5-6 tonnás termés átlag is lehet, véli a szakember, aki szerint még nem kell beavatkozásra készülni Karcag közigazgatási határában, de ha kell, akkor a befogadó csatornák megfelelő műszaki állapotban vannak, mondta Huba Imre Csaba. Az őszületések, ami normálisan megvan művelve, talajos semmilyen gondot nem okoz. Ez a csapadék mennyiség elegendő ahhoz, hogyha májusban jön hozzá egy 50-100 mm csapadék, akkor egy rekord, közeli rekord termésnek a vízmennyiségét jelenti, hiszen egy optimális termésátlag, 5-6 tonnás termésátlaghoz kell a talajba, egy olyan meg a folyóvébe lefolyó csapadékból 450-500 mm csapadék. Tehát akkor így egy optimális helyzet tud kialakulni, kárpótolja, illetve részbe pótolja az elmúlt időszaknak a csapadék hiányát.